Sziasztok! Bognár Balázs vagyok, az első 100 millió könyvírója, és a hazai korai nyugdíjas csoport megalakítója. Jordániában vagyok éppen, Akbaba városában. A következő napokban innen fogok bejelentkezni hozzátok. Mondok majd néhány érdekeset, szépet és okosat. Itt van mögöttem egy óriási zászlótartó út, ha minden igaz, ami 110-120 méter magas. Elég szép a város, semmi probléma nincsen, sőt 24 fok van, a víz is 24 fokos, mindjárt beülök egy kicsit fürödni, úgyhogy sziasztok! Na sziasztok! Egy gyors bejelentkezés, én nem lehet rá hol, vagy hol, nem tudom. Sziklák közé be van bájva egy ilyen óriás templom, és elvileg ez a kincstár szerintem nem fog beférni a képbe, mert óriási. Lehet jönni tevével, de én persze gyalog jöttem. Na sziasztok! Jordániában vagyok, ez itt Petra városa. Egy kicsit körbe mutatom a tájat. Valahogy így néz ki, ez egy 2000 évvel ezelőtt a sziklafajba vájt falu, hát inkább város. Borzasztó sok sziklán lehet egyébként látni, hogy tele van ilyen lyukakkal, és ott laktak emberek. Szembe ott van a színház. És ott is voltam ott a végén, ott van a főtér, és ott vannak a mindenféle gyűlőhelyek, majd megmutatom a templomot és egyebeket, és megyek vissza majd a kincstárba, amit ugyancsak a sziklafalba váltak, de gondoltam, hogy addig mesélek nektek egy kicsit, hogy is kerülök ide, és mi is ez az egész. Szóval bizonyára tudjátok, de ha nem, akkor van egy jó hírem, kb. Ingyen el lehet ide jutni. Ez konkrétan annyira ingyen, csak itt közben a sziklafal, akkor egy kicsit lépkedek. Mindjárt elmondom, majd inkább valami nyugis helyről, nehogy leessek. Szóval kerestem egy biztonságos sziklát. Hát innen csak egy 100 méter van, amit le lehet esni, igazán semmiség. Úgyhogy elmesélem, hogy mennyire ingyen lehet ide jutni. Bizonyára tudjátok, hogy vannak fapados légitársaságok Wizz Air, Ryanair otthonról. És most a Ryanairre jöttem, Jordánia Akbaba városa, 3,5 óra repülőút, kerek 8000 forintért vagyok itt, egy oda-vissza út, Budapestről ide 8000 forintért van, és jól láttam, még egész januárban, meg februárban is ez a jegy áll. Úgyhogy nagyjából ingyen ki lehet jutni, a helyi árak sem különösebben elrugaszkodottak, bár bevallom őszintén, én azért azt gondoltam, hogy olcsóbb lesz, valamiért volt bennem egy ilyen prekoncepció, hogy itt minden kb. Ingyen van, de körülbelül azok az árak vannak, mint otthon. A hotelem, hát ez nem egy nagy szám, úgyhogy az első két napban bent vagyok a városba, mármint hogy most se, mert kijöttem ugye ide Petra városába, egész nap itt császkálok a sziklafalak között, illetve nézem ezt a 2000 éves sziklavár rom maradványt, és a következő két napban pedig Wadi Rum nevezetű sivatagba leszek, és ott töltök el két napot. Szóval a hotelem az nem szép, napi 10.000 forint, egyébként ha ketten lennénk, akkor ez is ugyanúgy marad, mint 10.000 ér, úgyhogy kb. Ingyen el lehet ide jutni. A kajárak olyanok, mint otthon, a tenger 20 fokos, az időjárás ilyen 24-25 fokos, most így januárban, úgyhogy nem panaszkodom. Na ez is egy jó szikla, innen sem esek le talán. Ami eszembe jutott, a helyi valutájuk a jordán dinár. Hát nem tudjátok elhinni, még a dollár nem és erősen 520 körül egy darab. Az árakról még annyi, hogy a taxi kb. Ugyanannyi, mint otthon. Kb. Ugyanannyi, mint otthon. Hát nyilván itt is az van, hogyha ilyen turista paradicsomra veszel, hogy lehet, hogy 200. Mondjuk a másfél literes víz, amit most ott lent vettem, két dinár volt, tehát ilyen 1000 forint. Hát azért a sivatag közepén mondjuk ez is kibírható egyszer, inkább mint szomja halni. De egyébként
Egyébként benne a városban meg ingyen volt, voltam a Carrefourban, az itt a helyi Tesco, és a 12 darabos ilyen fél literes ásvány volt egy dinár, tehát ez ilyen 40 forint lenne ki a fél literes ásvány víz itt középben, úgyhogy hát abból kell felpakolni, és akkor mindjárt jobban ki lehet jönni. Na ennyi, megyek még, aztán ami eszembe jut, majd elmondom. Na hát a globális felmelegedés már korábban is elkezdődött. Ebben a városban elvileg több ezren laktak, ezekben a sziklákban, white szobákban. De elfogyott a víz a patakból, ami ugye a hegyekből jött. Ja igen, mindjárt arra fogok menni, mindjárt megmutatom. Petrán egy ilyen szikla szírten, vagy micsodán kell keresztül menni. Arra felé fogok menni, onnan jött le a patak. Több ezer évig, aztán valami történt, és emiatt a város kihalt, mármint hogy nincsen víz. Onnan jöttem föntről, megmutatom itt is a tájat. Nézzétek meg, hogy mennyi barlangban van lakás vagy lyukvályban egy ilyen jó kis szoba. Hát nem tudom, hogy volt fűtve. Bár gondolom, itt a rohadt meleg nyárban inkább jobb volt ott a üzem belül. Úgyhogy nagyon sokan lakhattak itt, majd utána nézek, megnézem, hogy miket írogat a tudomány, hogy hányan éltek itt. De óriási volt a templom, illetve annak a maradványa, illetve a színház, illetve annak a maradványa. Szóval régen onnan jött a víz, és arra ment lefelé, és ezért ez a kanyon, ez végig lakva volt. Aztán ott tartottam, hogy Jordánia, meg Akvaba. Szóval a város szerintem tök rendben van, ahhoz képest, hogy előtte egy-két nappal keresgéltem ki a neten, hogy milyen itt a... mit kell megnézni, meg milyenek a viszonyok. Mondták, hogy mennyire gáz a közlekedés, szerintem semmi probléma nincsen vele. Jó, hát a Pestinél kicsit agresszívebbek a vezetők, de szerintem sima ügy, mert hogy autóval közlekedünk. A repülőn megint ismerkedtem, Janóval és Évával. Ugye egyedül jöttem, és ők pedig ketten, és megismerkedtük a repülőn, dumálgattunk, és ők béreltek autót, úgyhogy én beszállok az autóbérletükbe, és akkor így együtt jövünk, megyünk. Így napi 11 ezer az autóbérlet, egyébként én is nézegettem, hogy érdemes lenne azzal jönni menni, mert ez a Petro is 130 km-re van Akvabától, tehát azért egy kis tudén van, úgyhogy ez már inkább autóbérletes. Úgyhogy a 4 napra kb. Benzinen minden 50 ezerért ki lehetett bérelni ezt az autót, úgyhogy ha ezt így elosztjuk, akkor szerintem ez teljesen jó. Szóval, hogy nincsen gond az arabokkal, hát a taxisok dudálnak, az engem zavar, folyamatosan föl akarnak szedni, már a taxis. Nem nagyon értem ugye Európában, hogyha egyszer taxiba akarok ülni, akkor leinteket, az beülök, de itt nyomulnak. Hát itt az árusok is azért egy kicsit jobban nyomulnak, de egyébként 2-3 no thanks után föladják, úgyhogy nem volt ezzel akkora nagy gond. Azért megmutatom ezt a szép sziklát is itt, meg nem mondom mennyi, 100 méter, 200 méter? Óriás egyébként ez a hely. Úgyhogy ide is javaslom, hogy gyertek el. Egész olcsón ki lehet jönni, és a látvány magáért beszél. Jó idő, tenger, meleg víz, szerintem teljesen jó. Na, akkor megint egy nagyon érdekes helyen vagyok. Szóval ez itt a kincstár, amiről már remélem mutattam videót. Oda van a falba vágva, és rohadt magasan van. És egész eddig is jó hangulatban voltam, majd mindjárt kicsit túl lendülök rajta, mert egész eddig azt mondtam, hogy végül is nagyjából bírhatóak az arabok. Kicsit nyomulnak, de ugye ennyi. Na, az 10 perccel ezelőttig volt, és megpróbáltam oda fölmenni, ott szembe is van egy ilyen feljáró. És jött egy ilyen 10 éves forma kis csákó, és rögtön mondta, hogy hát nem lehet fölmenni, ez fizetős, meg stb. Na most itt Petrán belül azért már ne legyen semmi fizetős, egyébként nyilván nem az, csak le akart húzni. Mert hogy ide a belépő 50 jordán dinár, ami most nagyjából 25 ezer forint. Úgyhogy azért nem olcsó ide a napi jegy, de érdemes eljönni, mert hát ilyet azért az ember sehol nem lát a világon. És a kis csákó jön, hogy már pedig oda, egy ilyen 10 éves forma gyerek lehetett, vagy valami ilyesmi, hogy már pedig az fizetős, meg belépős, és hogy fizessek 10 dinár. Most nyilván nem az, tehát le akar húzni, akkor mondom neki, hogy nem, természetesen ez nem az, indulok föl, és simán odáll elém, és elkezdett löpdösni, hogy ne csináljak drámát, ez fizetős. És akkor most nyilván nem fogok harcolgatni, följöttem a vele szemben lévő sziklára, de szóval ilyenek, tehát hogy rögtön le akarnak húzni, 5000 forinttal arra, hogy fölengedjen arra a sziklára, hát nyilvánvaló föl lehet menni, úgyhogy ennyi. De ezen gyorsan túl lettünk, és akkor megmutatom nektek, jaj, csak azért lenne essek már itt a világon.
azt mondja, hogy ott gyűlnek lent a népek, és ott lehet megnézni az egész sziklát. Hát nagyon komoly. Úgyhogy ide gyertek el, ha lehet. Én nagyon ajánlom. Na, megmutatom még egy kicsit.